a Fekete Mezes Nádugori Akarat SK csapata a miénk vendége a megyei kézilabda bajnokság utolsó záró fordulójában. A miénk ezúttal is zöld mezt töltöttek, és az ötödik helyről kezdhetik a találkozót, míg a vendég nádudvariak a sereghajtó helyről vághatok neki ennek az utolsó összecsapásnak. A mérkőzés Csorba János és Olá Barnabás vezeti. Csorba János az idősebb, Olá Barnabás a fiatalabb. Őről azt kell tudni, hogy a DKS-ében, illetve Nyíregyházán is NB1-ben szerepelt aktív pályafutása során, tehát ő neki azért komoly kézilabdás múltja van. Amint említettem, a miénk a ötödik helyen állnak, 8 ponttal, és előrelépés lehetőség nincsen, hiszen az előttünk lévő Berettyóújfalunak 13 pontja van, viszont az utánunk levő Komádi, a hatodik helyzet Komádi egy ponttal van mögöttünk, tehát ha ezt a helyet meg akarjuk tartani, akkor mindenféleképpen itt nyerni kell. Egyébként sem dőlt még sok minden el a bajnokságban, hiába ez az utolsó forduló, egyelőre papíron legalábbis még nem bajnok a Balmazújváros, 2 pontos előnye van a Nagyhegyessel szemben, mint ahogy a Nagyhegyesnek is 2 pontos előnye van a harmadik Létavértessel szemben, tehát itt ebben az utolsó fordulóban dől el minden, mint ahogy az is, hogy ki lesz az utolsó, hiszen a Nádudvar, 4 pontos Nádudvar mellett a Hajdúszoboszlónak, az utolsó előtti Hajdúszoboszlónak is 4 pontja van, tehát minden most fog eldőlni ebben az utolsó fordulóban. Egyébként nagyon jó esélyünk van ahhoz, hogy most ezt a mérkőzést megnyerjük, hiszen az ősszel idegenben is 9 gólos győzelmet arattunk 30-21 arányban. Fél időben akkor 14-9 volt a javunkra. Azon a mérkőzésen a vendégek 16-osak Vidai Zoltánné volt a legeredményesebb nádudvari játékos, 7 gólt lőtt, míg nálunk Károly Janikó 13, Szilágyi Ágota 7 találatot jegyzett. Apropó Szilágyi Ágota, ő most nincs itt a csapatban, nincs a keretben magán életbeli elfoglaltság miatt, ezúttal nem vállalta a játékot. A miénknél a kapuban Füzér Krisztina van, aki éppen most védett egy átlövést, a jobb szélen Kisági, Károly Anikó a jobb lövő éppen most kapott volna egy labdát, ám elhalászt előle Gidainé. Irányít Tóth Ági, Székely Anna van a bal lövő poszton, és Kisnóra a bal szélen, beállóba pedig Pál Dorina. Tehát így álltunk föl. Székely Anna kezében a labda, hosszan Kiságinak, ám Kisági nem tudta megfogni. Azt nem lehet mondani, hogy a szemébe sütött a nap. Nem számított rá valószínűleg, nem is volt mondjuk egy túl jó labda, mert lement a térdéhez, de attól függetlenül illet volna megfogni. A vendégeknél, Gidainé, akinél most van a labda, ő számít a csapat legeredményesebb játékosának a bajnokságban. Székely Anna szerzett labdát, egy jó indítás Károly Anikónak, aki remélhetőleg megszerzi a találkozó első gólját. Így van, 3 perc elteltével végre gólt is láthatunk, 1-0 arányban vezetünk. Károly Anikó egyébként a bajnokság góllövő listáján a második helyen áll. Ő egy mérkőzésen nem szerepelt, és talán pontosan emiatt az egy mérkőzés miatt van a góllövő lista második helyén, hiszen az előtte lévő játékos, aki valószínűleg meg is nyeri a gólkirályi címet, 10 góllal vezeti, tehát minimális esélye van ahhoz, hogy befogja. Eddig Anikó 12 meccsen 94 gólt lőtt, és pontosan 104 góllal van előtte a Létavértes egyik játékosa. Károly Anikó lövését védte a vendégek kapusa, és jöhetnek újra a nádudvariak. Negyed óra elteltével 5-2, nem lehet azt mondani, hogy gólgazdag mérkőzést láthatunk. A miénk vezetése egyre magabiztosabbnak tűnik, még ha nehezen is indult be a gólgyártásunk, azért most már 15 perc alatt 3 gólos előnyt sikerül kiharcolni. Rossz hírnek számít, hogy néhány perccel ezelőtt Székely Annának a lábát fagyasztani kellett, a bokáját. A sérült bokája az egyik hazai meccsen nem is olyan régen sérült meg, és azóta kínlódik vele, nincs is a pályán. Azóta
egészen sokat cserélt Győrényi Holós Ildikó, és immár Horváth Viktória is fönt van a pályán, és Szabó Gertrúd. Fönt van közben Olá Barna a játékvezetőnek a keze, Hidainén a kezét el is kellett lőnie. Igaz, megtámasztották a könyökét, a labdája elkerülte a kaput. Az indítás nem volt a legpontosabb, még szerencse, hogy Tóth Ágyival szemben szabálytalanok voltak a vendégek. Tóth Ági próbált meg egy hetest kiharcolni, azonban már közbefolyt csorba játékvezető. Kisnóra, Tóth Ági, Horváth Viki, Károly Anikó és Kisági. Kiságinak belemenés fújt a játékvezető, nem nagyon értem, hogy miért, mert ez szerintem nagyon távol állt ettől. Tény, azonban jöhetnek a fekete mezesek. Skupi, lehet, hogy ellépte, azonban mehet tovább, boncás nál a labda. Kisnóra kapott sárgalapos figyelmeztetést Olá Barnabástól. Hidainé megpróbálta bejátszani, kipattanó labdát Skupi szedte össze, azonban Kisnóra jól védekezett Boncásnéval szemben. Skupi, Boncásné, nem sikerült nekik megszerezni a labdát, így jöhetünk, de nem sikerül leindítani őket, legalábbis visszaérnek a fekete mezesek az előző indítás után is ugyanígy jártunk, és most is talán nem kellene erőltetni ezt a gyors indítást, miután a fekete mezesek egészen jól zárnak vissza. Boncásné. Kisnóra volt újra szabálytalan, játékvezetők azonban csak szabad dobást ítéltek. Mehet tovább a játék, Üzér Kriszti jó védése után ismét visszaértek a vendégek, még ha most ezt el is szórakozták, azonban Károly Anikó lövése felső gécen csattant. Elképzelhető, hogy a vendégek kapusa Rásó Melinda beleért a labdába, ám ezt a játékvezető nem látta meg, így ők jöhettek oldalbedobást követően. Tőzsérné tette tovább a labdát. Skupi, Boncásné, Szilágyi Edit. Vendégek is cserélnek. Jön Csontosné beállóba, 15-ös számmal. Szilágyi. Skupi, vissza Szilágyinak, Boncásné, nem igazán találják a vendégek a miénk támadó falában a rést, vagy ha igen, ha ellövik kintről, akkor pedig rendre Füzér Kriszti védi a átlövést, amelyekben nem sok erő van, betörésekkel pedig tulajdonképpen egyáltalán nem próbálkoznak eddig a fekete mezesek. Horváth Viktória tette tovább a labdát. Károly Anikó, Tóth Ági. Na most már másodjára, harmadjára megy körbe a labda, most következik egy szélső befutás után Kisági, de sajnos rosszul tette tovább a labdát Kisnóra. Ez egy jó betörés volt, 7 méteres a jutalma. Kisnóra vette észre, hogy rés van a vendégek négyese mellett, Szatmáriné mellett, és ügyesen lépett be az egyes és a kettes védő közé. Károly Anikó kezében a labda. Az első 7 méteresét belőtte a kapu jobb sarkába, ezt most a kapu bal sarkába irányította, így ezzel 6-2 az állás, a 20. perc közepén járunk. Eddig mindösszesen 4 gólt engedélyeztek a miénk a nádudoriaknak, és ez így 28 perc elteltével igencsak jó eredménynek mondható, miközben 11 alkalommal találtunk be a vendégek kapujába, tehát 11-4 az állás itt az első játékrésznek a finisében, a hajrájában. Skupi talpról eleresztett lövését fogta maga biztosan Füzér Kriszti, akinek ezek a lövések abszolút nem okoznak semmilyen problémát, szépen szedi le jobbra és a balra irányuló lövéseket is. Kisnóra, Székelyanának a lába úgy tűnik, hogy rendben van, mert kisebb szünet után, kisebb pihenő után visszaállt a játékba. Kiságnak középről eleresztett átlövését fogta maga biztosan Rásó Melinda. Szilágyi, Skupi, le a szélre Szatmárinénak. Rásó Tibor dicsérte meg az elébe a kapusát a vendégeknek a
edzője Rásó Tibor, Ladányi kézlabda belkékben nagyon ismerősen cseng a neve, hiszen ő egy nagyon-nagyon régi motoros ebben a szakmában, öreg rutinos rókának számít, és még a mai napig kézilabdázik is Nárudvaron. Fél perc van hátra, ezúttal a blokk hatástalanította a vendégek lövését. Boros Anikó átlövése csúszott ki a falról szélre, és egy újabb jó füzérvédés, és ez meg is van, Szabó Gertrud. Rudi szerezte meg a kipattanó labdát, és még van 15 másodpercünk egy támadás befejezéséhez. Károly Anikó egyedül próbálja meg elvinni, és sikerrel tette mindezt, 12-4, és minden bizonnyal ez lesz az első félidő végeredménye is, hiszen ebben a pillanatban megszólal a Dudakó, tehát félidő következik 12-4-es Ladányi vezetésnél. Három kettőre nyertük eddig a második félidőben eltelt 5 percet, így a 12-4-es első félidőt követően immár 15-6 az állás. A kapunkban Fűzér Krisztit fölváltott a Csáti Éva, illetve Károly Rella a bal szélünkön. Éppen nála van most a labda, Kisnóra. Székely Anna próbálta visszatenni a keresztbe futó Kisnórának, azonban nem ért el hozzá a labda, és jöhetnek a feketemezes vendég nárudvariak, Gidainé. Boncásné tette tovább a labdát, Csontos Rita, Boncásné, Gidainé. Székely Anna lépett ki jól Boncásnéra, kis hiány, sikerült neki megszerezni a labdát. Egy jó átlövési kísérlet a vendégek hatosa, Boros Anikó eresztette el a labdát, azonban a felső részre vágott vissza a mezőnybe, és azt nem tudtuk megszerezni a lepattanót. Csontos Rita, Boros, Kisnóra védekezett jól vele szemben. Amint említettem már korábban, a bajnokság végkimentele egyáltalán nem dőlt el. Az újvárosiaknak tulajdonképpen egy pontot kell szerezni ebben a fordulóban ahhoz, hogy bajnokok legyenek. A Nagyhegyes Komádiban vendégszerepel, minden bizonnyal begyűjti a 2 pontot, tehát az újvárosiaknak mindenféleképpen nyerniük kell az aranyéremhez. Károly Anikóval szemben volt Boros szabálytalan. Olá Barnabás habozás nélkül befújta a 7 méterest. És hát eldőlni látszik ez is most már, itt kijelenthetem, bár még egészen sok van hátra, miközben Károly Anikó immár a 3. 7 méteresét is, vagy a 4. 7 méteresét is belőtte. Tehát 16-6, 10 gólos különbség van, tehát bátran kijelenthető, hogy megszereztük a bajnokságban az 5. helyet, mert ez a 2 pontunk is meg lesz most már, bizton állítható, és így 10 ponttal zárja majd a csapatunk ezt az idei esztendőt, és a 8 csapatos bajnokságban a tulajdonképpen a középmezőnyben a felénél végeztünk. A jó bejátszásnak tűnt, azonban remekül védekezett Horváth Viki, még ha jutalma 2 perces kiállítás is. Tőzsérnével szemben volt szabálytalan. Ez egyébként az első 2 perces kiállítás a mérkőzésen. Nem mondható durvának a találkozó. Szilágyi, Boros, le a szélre, Csontos Rita nem tudta megfogni a labdát, és Károly Rella jól állt a helyén. Szilágyi, Károly Anikó közben kilépett Gidainéra, így nem nagyon kap labdát a vendégek legeredményesebb játékosa a bajnokságban, messze a legeredményesebb játékos Gidainé. Csontos, Boros, vissza Gidainénak, Gidainé talpról, szépen előtte lepattintva a jobb alsó sarok felé a labdát, és az egyúttal a 7. nárdvari gólt is eredményezte, így 8,5 perc elteltével 16-7 az állás. Nem igazán sikerült elhúzni az elmúlt percekben a nárdvariaktól, legalábbis az eredményjelző alapján.
20-9 az állás, és a második félidő elején kiharcolt 10 gólos különbséghez túlságosan sokat nem sikerült eddig hozzátenni. Talán a koncentráció van gond, hiszen Viminti helyzethez hasonlóan jó néhány lehetőséget elszórakoztak a lányok. A előny megnyugtató bizonyára mindenki számára, és kisebb a koncentráció, mint amennyire kellene lenni. Szilágyi közben a védekezésünkkel ugyanakkor nincsen gond, a testesteleni csatákból rendre a mieink kerülnek ki győztesen, tehát nem nagyon tudják megverni a mieinket betörésekkel, illetve a szélen sem. Skupi átlövése, hát kicsit erős kifejezés lenne, hogy elzúgott a felső sarok mellett, mert zúgás nem nagyon lehetett beszélni, nem sok erő volt benne. Mindeközben Károly Enikó egy gyors indítás követően megszerezte újabb találatunkat. A 20. percben járunk, 21-9 az állás, és a vendégek is próbálnak folyamatosan cserélgetni, frissíteni a keretet. Skupi, Danka Viktória bal szélen, most Nárulari oldalon. Kisági állta útját. Csontosné jön közben beálló posztra a vendég oldalon. Érdekesség, hogy a anyuka és lánya most egyszerre a csapatban. Tőzsérné átlövésből volt eredményes, tehát a 15-ös számú Csontos Ferencné, illetve a 7-es számú Csontos Rita anyuka és lánya. Általában szülői részről ez nagy megtiszteltetésnek számít, hogyha valaki a saját gyermekével játszik egy csapatban, legyen ez futball vagy kézilabda mérkőzés. Skupi, Danka vissza Skupinak, az előbbi gólszerző Tőzsérni irányít. Nálunk a kapuban közben Tóth Csilla foglalta el a helyét. 22-11 az állás. Kisági átlövésből próbálta meg a hosszú egyenes kilőni. Rásó Melinda, a vendégek kapusa a helyén volt. Néhány perccel ezelőtt ugyanilyen szituációból Kisági szépen visszahúzta a labdát a rövid felsőbe. Talán ezt kellett volna most is neki tennie. Tőzsérné, Skupi, Danka. Talpról helyén volt Tóth Csilla. Csontos Rita lövését védte szépen a kapusunk. Tóth Ági, Károly Anikó. Talán Tóth Áginak el kellett onnan lőni, betette ott a sűrűjébe. Károly Anikóra ketten is figyeltek, nem is sikerült neki kapura fordulni. Károly Anikó most a szélen egyébként, helyet cserélt Kiságival. Kisági, Tóth Ági nem tudta megfogni a labdát, és majdnem kicsempészték a kezéből, Gidainé volt szabálytalan, Tóth Ági pedig csúnyán fölé durrantotta ezt. Túl nagy iram és túl nagy izgalom nincs a mérkőzésen. Itt is, ott is egyre több hibával játszanak a játékosok. Kétszer annyi gólt lőttünk eddig, mint a vendégek. 22-11 az állás, és szűk 8 perc a hátralévő játékidőn. A bajnokság utolsó 2 perce következik, nem csak a mieink, hanem a vendég nádoriak számára is, és az elmúlt percekben egy 5-0-ás sorozatot sikerült végrehajtanunk. Így aztán most már igencsak tetemesre nőtt a amúgy is nagy gólarányú győzelmünk. 27-11 az állás, és innen kezdve már csak az számít, hogy mennyi lesz a különbség a két csapat között. Csontos Rita méltatlankodik, a vendégek hetese. A labdája hiába kerül be a kapuba, a játékvezetők visszafújták azt. Skupi. Skupival szemben Kiságnes védekezett le a szélre. Boros Zitzert hibázott, szélső Zitzert. Egyébként a kapuban Tóth Csilla az elmúlt percekben több Zitzernek minősülő labdát is jól fogott meg. Ez meg talán láb lett volna a játékvezető
tovább intett, pedig hát egyértelműen Danka Viktória lába azért a labda a kapus kidobás követően. Most is nála a labda Skupi. Horváth Viktória jött ki, zavaró védekezés, de váltottunk át a hatos fal követően. Mehet tovább. Na, meglehetősen későn fújt Olá Barna. Igen, sokat gondolkozott a játékvezető. Fél perc, a hátralévő játékidő 27-11. Tőzsérné ezt is védte, Tóth Csilla. Csontos, Tőzsérné, Skupi. Nem sikerült labdát szerezni, már csak 10 másodperc a hátralévő játékidő. 3-2-1, és ennyi a vége. 27-11 arányban nyertük meg a Nádor elleni utolsó bajnoki mérkőzésünket. Azt nézem, hogy közben még lesz egy időn túli szabad dobás, tehát ezzel zárul végül is a mérkőzés, de nem hiszem, hogy ez befolyásolni fogja majd a végeredményt. Közben egy kiállítás is volt. Ilyenkor ugye már nem lehet cserélni, tehát a pályán lévő játékosoknak kell odaállni a szabad dobással szemben. A vendégekről Tőzsérné odaejtette a labdát Tóth Csilla kezében, tehát most már végérvényesen kijelenthető, hogy 27-11 arányban nyertük meg a mérkőzést, és ezzel 10 ponttal az 5. helyen zártuk a bajnokságot. Ennyi volt tehát az idei esztendő a miénk számára. A nyári szünet következik Győri Néholósi Ildikó csapata számára.